hogy egy olyan örökséget kaptam, ami által ez alkalmassá váltam erre az életpályára. Ez az örökség nem pénz. Nem voltunk szegények, de sosem voltunk gazdagok. Mindenünk megvolt, amire szükségünk volt, de nem több annál. Örökségnek egyfajta inkább pszichés és szellemi örökséget gondolnék, amiben nagyon sok minden bele tartozik, a józan parasztész, a kitartás, a mérlegelés képessége, a jó szándék, a kommunikáció, emberekkel való bánásmódnak a képessége, amikben persze vannak közben olyan dolgok is, amiben esetleg túl jó hiszeműek vagyunk, és ez kár, vagy kárt okozhat, de akkor is van egyfajta olyan szellemi örökség, amit meg tudok úgymond valósítani a vállalkozásban is, és ez valahol az embereknek kedves és szimpatikus. És ha nagyon-nagyon le akarnám butítani a sikerünknek a titkát, mert a legtöbben általában erre kíváncsiak, hogy én úgy gondolom, hogy a sikernek önmagában nem elég az, hogy jó terméket kell gyártani, jókor, jó időben, hanem a mi életpályánkon az látszik, hogy az emberek azt találták meg ebbe a termékbe, és a mi dolgainkba, tehát például a tejivókba is, hogy ezek embereknek készülnek. Ez most nagyon furcsán hangzik, de mindjárt megmagyarázom. Van egy nagyon kedves bűvezetőm, Kis Károly úr, Kis Karcsi barátunk, aki dolgozunk, aki ektomber is vegyár, igazi parasztgyerek, abban az iskolában tanult, ahol én is, sőt, művezetem is volt egy darabig, még a régi munkahelyemen, és ő Maglóca, már egyik leghíresebb szülöttje köztársasági elnök urunk mellett, és ő szoktam mondani a gyerekcsoportoknak, akik hozzánk ellátogatnak, hogy gyerekek, mi a tejet fűből készítjük. És a gyerekeknek fennakad a szemük, és a Kacsi bácsi elmagyarázza nekik, csak hogy van nekünk egy olyan kedves segítőnk ebben a tehén. És óriási igazság van ebben, amit a Kacsi bácsi kitalált, ugyanis nagyon-nagyon sok minden dolog, sok baj, talán így tudnám mondani, kezdve például a kergemarhakóról és rengeteg élelmiszer botrányról, abból fakad, hogy mi nem tiszteljük azt a modellt, ami évezredek óta az emberiség táplálására aratott. Nevezetesen azt, hogy süt a nap, megérleli a gyümölcsöt, leszedjük, lekvárt készítünk belőle, vagy lelegeli a tehén a napsütés által növekvő füvet, és az eső által növekvő füvet, és abból lesz tej, és abból készítünk valamit. Mi ezt körülbelül egy olyan fél évszázada folyamatosan azon mesterkedik az emberiség, hogy ezt az egészet meghekkelje, és különféle olyan alternatívákat állítson föl, aminek szerintem semmi értelme nincsen. Így jutottunk el addig Magyarországon, hogy csodálatos szilvásokat vágtunk ki, almásokat vágtunk ki, mert egyszerűen nem volt értéke a gyümölcsnek. Nem adjuk meg a termelőnek azt, ami neki jár, amiért a verejtékét és a munkáját adja. És ezek, én úgy gondolom, valahol íróasztal mellett dőlnek el, és ezek nagyon-nagyon gonosz folyamatok. Nem csak az emberek fele gonosz folyamatok, hanem én úgy gondolom, természetesen tiszteletben tartom, aki a darwinizmusban hisz, én úgy gondolom, hogy egy teremtett világban élünk, és nem csak a parasztot gyalázzuk meg, hanem ennek az egésznek a teremtőjét. Azzal, hogy húst akarunk peticsészébe előállítani, klónozni akarunk, meg egyéb dolgok. Én úgy gondolom, hogy ezek zsákutcák, és nekünk az a feladatunk, feldolgozóknak, hogy azokkal az istenadta dolgokkal, mint a teljes, a gyümölcs és egyéb dolgok, éljünk és ne visszaéljünk. Én úgy gondolom, hogy ez a sikerünknek a titka, hogy embereknek emberi táplálékot állítunk elő, vagy olyan szolgáltatást nyújtunk, amitől újra sík Budapest teraszain egy habos kakót elfogyasztani egy kakaócsigával, amiben nincsen TR fogatnövelőszer, hanem csak élesztő van benne. Nem mindig úgy sikerül, hogy mi szeretnénk, de a miénk. Egy kicsit savanyú, egy kicsit sárga, de a miénk. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos,
hogy a többi iparágban is ilyen módszerrel és ilyen lelkülettel és elképzeléssel álljunk neki a dolgoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon súlyos a dolgok történnek a fejünk fölött, sok mindent megetetnek velünk, de én úgy gondolom, hogy ennek nem kell így lenni. Úgyhogy mi a magunk szakmájában, én úgy gondolom, hogy valamit alkottunk, valamit bebizonyítottunk, és mi ezen a pályán haladunk tovább, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez talán ez a kitartás, és az, hogy a pályán maradtunk végig, ez a Cserpe sajtműhelynek a sikerének a titka. Úgyhogy körülbelül ennyi, amit fél órában be tudtam sűríteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha valaki kérdéseket akar feltenni, akkor az ebédnél még itt vagyunk. Köszönöm szépen!